Most pedig kedves nézőink, sporthíreinket hallhatják. Díjugratás. Tóth Panna Karizma nevű lovával Balatonvilágoson a háromnapos országos minősítő versenyen 110 és 115 cm-es ifjúsági kategóriában indult. Az első nap negyedik, a második nap hatodik, az utolsó megmérettetésen pedig ötödik helyen végzett. Futás. Nagy Miklós a 12 órás magyar bajnokságon negyedik helyezett lett, a nyílt futamot pedig megnyerte. Gratulálunk! 13 sümegi futóversenyzett a múlt hétvégén kezd helyen. Négyen dobogós helyet szereztek. Kántor Krisztina, Horváth Erik, Cili Gyuri és Kustos István. Röplabda. A Nyíregyházán rendezett országos diákolimpián a hetedik helyezést érte el a Ramazetter Vince iskola röplabda csapata. A csoportban a Kaposvár, Szolnok és a Kecskemét csapatai ellen küzdöttek a gyerekek. Szoros meccseken maradtak alul, és végül a csoport negyedikként a hetedik helyet kellett játszaniuk a Székesfehérvár ellen, amit nagyszerű játékkal megnyertek a fiúk. Kaposi Tamás, a csapat edzője így nyilatkozott. Hajszál híján maradtunk alul a többi csapattal szemben, de így sincs miért szégyenkeznünk, hiszen az én csapatom volt a legfiatalabb a tornán.